Best for soil. Komposzt. Előnyök és hátrányok. Üdvözlöm, Alfred Grand vagyok. Ez a Best for Soil videó a komposzt használatának előnyeiről szól, valamint arról, hogy a komposzt termelésekor vagy szántóföldön, illetve üvegházban történő felhasználásakor mit kell figyelembe venned. A videó végén az itt tárgyalt témakörökkel kapcsolatban további információkat találsz. Nézd meg a Best többi komposztról és más talajegészségügyi témákról szóló videóit! is. A komposzt a szerves anyag aerob körülmények közötti mikrobiális lebomlásából származó termék. A komposztálási módszertől, a mérettől és a művelet intenzitásától, valamint a felhasznált anyagtól függően a különböző minőségű komposzttermékek széles skálája állítható elő. Noha a komposznak számos jótékony tulajdonsága van. Az alapanyagoktól, a termelési és tárolási körülményektől, a kezeléstől és a jogi korlátozásoktól függően a komposz használatának és előállításának előnyeit és hátrányait is figyelembe kell venni. A komposzt egyik legnagyobb előnye a benne lévő nagyarányú szerves anyag. Számos mikrobát tartalmaz, növeli a talaj vízmegkötő képességét, tárolja a szenet és humuszanyagokat szolgáltat. A további mikrobiális bomlás révén táplálékként szolgál a mikrobiális populáció számára, és a tápanyagot lassanként szabadítja fel. A szerves anyag javítja a talaj göröngyök stabilitását is, és ezáltal növeli a vízelvezetést. A komposzt a mikrobiális diverzitás széles hordozza. Ezeknek a baktériumoknak, a gombáknak és az egysejtűeknek számos feladata van a talajban. Hidat képeznek a növény gyökerei és az ásványi talaj között, mobilizálják a tápanyagokat és a talajt megkötik. Fontos tényező a komposzt egyik legfontosabb tulajdonsága, a talaj eredetű betegségek elnyomása. A talajeredetű betegségek óriási fenyegetést jelentenek a gazdák és a termelők számára. A komposzt jelentős szerepet játszhat a -e betegségek elnyomásában. Ezért a komposzt biológiai, valamint kémiai és fizikai tulajdonságai felelősek. Ez a három tényező összekapcsolódik, és a komposztnak közvetlen vagy közvetett gátló hatása van a talajeredetű betegségekre közvetlen hatásként jelentkezik a mikrobák tápanyagért folytatott versenye. Humuszos anyagok, a toxikus illőanyagok és a paraziták. A szupresszív komposztok közvetett hatására a növény egészségesen növekszik. Kisebb gyakorolt stressz hatás, a növényekkel szembeni rezisztencia és a feljavult talajszerkezet. A komposzt alapvetően nem növényvédőszer, ám elősegítheti a talajeredetű betegségek visszaszorítását. A komposzt hozzáadásának másik pozitív hatása a tápanyagok jelenléte. A talajhőmérséklettől és a nedvesség tartalomtól függően a tápanyagoknak a szerves anyag folyamatos bomlása révén történő felszabadulása, valamint a megkötött tápanyagoknak a talajban található ásványi vegyületekből történő felszabadítása jelentősen hozzájárulhat a növény táplálásához. A komposzthasználat valamennyi pozitív hatása hozzájárul a rugalmasabb talajszerkezethez. A szélsőséges időjárási események, a talajművelés, valamint a vegyszerek kijutatásának hatása kevésbé fog negatívan hatni a talajra és később a növényekre. A komposzt mindezen pozitív hatásai bizonyos kihívásokkal is járnak. A legfontosabb a hozzáférhető komposztnak az adott régióban felelhető mennyisége és minősége. Ezért kritikus fontosságú, hogy a kiválasztott komposztot pozitív tulajdonságok alapján ellenőrizzék, legyen szó akár belső, akár külső minőség ellenőrzésről. A komposztnál elvégzendő alapvető elemzés olyan fizikai tulajdonságokat vizsgál, mint a pH és az elektromos vezetőképesség vagy a sótartalom. A tápanyagtartalom, valamint a nehézfémek kémiai jellemzőire is szükség van, különösen, ha nem világos, mely alapanyagokat használták a komposzthoz. A mikrobák legfontosabb elemzését a korokozókra kell elvégezni a mikrobiális diverzitásra és vagy a funkcionális mikrobiális csoportokra vonatkozó tesztek egyre nagyobb figyelmet nyernek, különösen, ha a komposztea előállítását is figyelembe vesszük. Még akkor is, ha nem minden mikroműanyagot látunk szabad szemmel, az eső utáni komposzthalom ellenőrzése egyértelmű képet adhat arról, hogy mennyi üveg, műanyag, fém vagy más szennyező anyag van a komposztban. A komposzt másik hátránya, hogy terjedelmes és nehéz, ezért a talajkezelésre, előállításra, szállításra és felhasználására nagy teherbírású gépekre van szükség. A komposzt használata hatalmas, sokrétű előny kínál a talaj egészségére és számos talajfunkcióra nézve, de mint mindig, előzetesen sok figyelmet és tervezést igényel ahhoz, hogy az elérhető összes hasznot megszerezhessük, és a hátrányokat leredukálhassuk. Ha a komposztálással kapcsolatban bővebb tájékoztatást szeretnél, látogass el a Best for Soil honlapjára, ahol további információkat találsz.